Fresh. Tudatos táplálkozás első rész. Miből vigyük be a kalóriákat? Kisfilmünk azoknak is szól, akik már elkezdtek mozogni, és szeretnének jobb fizikai állapotba kerülni, egészségesebben élni. Mint tudjuk, a sportolás mellett megfelelően kell táplálkoznunk a cél érdekében. Kalóriákat adó makrotápanyagoknak három csoportja van. Fehérjék, szénhidrátok, zsírok. Izmosodás szempontjából az eszenciális aminosavakat tartalmazó teljes értékű fehérje a legmegfelelőbb, amely emellett testhőfokozóként az alapanyagcserénket is fokozza. A magas proteinbevitel nem csak izomnövekedés miatt fontos, hanem zsírégetés szempontjából is. Magasabb fehérje fogyasztásával arányaiban csökkentjük a szénhidrát és zsírbevitelünket. A hétköznapi táplálkozás nagyon kevés fehérjét tartalmaz. A szénhidrátok alkotják a test üzemanyagát, azonban nem mindegy, hogy milyen szénhidrátot fogyasztunk. A hétköznapi élelmiszerek szénhidrát tartalma magas, de rossz minőségű. Általában egyszerű szénhidrátok cukrok. A rossz minőségű szénhidrátokat testünk nem tudja felhasználni, és sajnos zsírként raktározódik le a testünkben. Tehát ésszerűbb és jobb komplex szénhidrát forrásokat fogyasztani, például rizst, édesburgonyát vagy zappelyhet. Ezek folyamatosan adagolják az energiát, és nem adnak szervezetünknek hirtelen túl sok szénhidrátot. A kevés fehérjét és sok egyszerű szénhidrátot és cukrot tartalmazó hagyományos táplálkozás másik hátránya, hogy gyors energiát ad, de valójában nem elégíti ki a tápanyag szükségletet, így az étkezés után nem sokkal szervezetünk hatalmas erőkkel jelzi, hogy ennünk kell. Gyorsan elfogynak az energiáink, ez az izomépítés szempontjából káros, hiszen izomvesztéshez vezet, másrészt éhesek leszünk újra, és ha megint nem jó minőségű ételt eszünk, csak fokozzuk azt a folyamatot, ami elhízáshoz vezet. A harmadik makrotápanyag a zsír. Két csoportra osztjuk őket. Telített zsírok és telítetlen zsírok. A zsírok számos dologhoz nélkülözhetetlenek, mint például bizonyos vitaminok feloldásához. Kalóriatartalmuk nagyon magas. A zsíroknak 9 kalória per gram, míg fehérjéknek és szénhidrátoknak 4 kalória per gram. A telítetlen zsírokra nagy szükségünk van testünk formálásához és egészséges működéséhez. Nem mindegy, hogyan készítjük el ételeinket. A zsíroktól nem kell félni, fontos részei a táplálkozásnak, de nagyon nem mindegy, hogy milyen zsírokat fogyasztunk. A Fresh gyors étteremben maximális minőségi irányelvek alapján készítik el ételeinket. Magas proteintartalommal, moderált minőségi szénhidráttartalommal és minőségi zsírok felhasználásával. A húsok a legjobb minőségű friss alapanyagból készülnek. Cukrok helyett stíviával édesítenek. A szénhidrátforrások kitűnő minőségű rizsből, teljes kiörlésű gabonatermékekből és édesburgonyából állnak. Oliva és kókuszolaj felhasználásával adják a szükséges zsírokat. A cél a lehető legjobb minőségi szénhidrát és sok protein bejuttatása. Mindez minden reggel frissen beszerzett alapanyagokból, friss húsokból és zöldségekből. Ízvilágukat fokozó önteteik is teljesen cukor- és energiamentesek. Nem mindegy neked sem, hogy mit eszel. Nem mindegy neked sem, hogy amit eszel, az miből készül. Legyél te is igényesebb testedre és egészségedre. Mi segítünk benne. Fresh.